két nézőpontú fotók a Kossuth téren felállított fabarakban. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyoknak és kényszermunkásoknak állít emléket a kiállítás. A szovjetek a II. Világháborúban elfoglalt területek lakosságának egy részét munkatáborokba kényszerítették. Több száz napon át embertelen körülmények között dolgoztatták őket a Szovjetunió távol fekvő keleti és északi részein. A Gulág Emlékbizottság keresett fel magyar túlélőket, akiknek jelenkori képeiből és orosz levéltárak régi fotóiból készítették ezeket a különleges alkotásokat. A cél, hogy érzékeltessék, mekkora különbség van a mai és az elhurcoltak akkori életkörülményei között. Elsősorban most a magyarokra, illetve a nyíregyháziakra és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre emlékezünk, akiket a kommunista diktatúra kezdeti szakaszában, ugye 45-46-ban hurcoltak el Szovjetunió különböző pontjaira, és akik különböző munkatáborokban az úgynevezett összefogó néven Gulágon töltöttek hosszabb, rövidebb időt. Ugye összesen 800 ezer magyar állampolgár került ki a Szovjetunióba hadifogolyként, és abból 200 ezer ott az embertelen körülmények között lelte halálát. Természetesen nem csak férfiak dolgoztak a gulág táborokban, az ott raboskodó nők aránya 1945-ben már a 30%-ot is elérte. Kint született gyermekeik szabadnak számítottak, így őket pár hónapos korukban elvették az anyáktól és árvaházba kerültek. Nemtől és kortól függetlenül az ott fogva tartottaknak naponta 2500 kg szenet kellett kitermelniük. A plusz 40-től egészen a mínusz 42 fokig dolgoztatták a rabokat, akiknek épp hogy csak annyi ételt adtak, hogy ne haljanak éhen. Az előre kiírt napi 12 óra munka sokszor még a 16-ot is meghaladta. Magyarország ma hál' Istennek békés körülmények között él, és a magyarok békés körülmények között lehetnek. Azért ez visszatérő dolog az emberiség történetében, amely körülbelül 6000 éves és 6000 év alatt rengeteg ilyen dolog történt meg, amikor maguknak győztesnek hívők, a legyőzötteket álltak bosszút, elhurcolták őket, megkínozták őket, elégették őket. Ez nem egy új keletű dolog volt a 20. században az emberiség történetében, mégis, hogyha magunkat modernnek gondoljuk, vagy eszmeileg előrehaladónak, akkor azt tudnunk kell, akár a Bibliából is, vagy másból, hogy az ember embert ne öljön és ne kínozzon meg. Úrik Attila a kiállítás megnyitóján hozzátette, a tervek szerint a nyíregyházi túlélőkről egy kétkötetes könyvet készít majd az önkormányzat.